A legnagyobb cégek vettek részt azon a rendezvényen, amelyen a gazdasági teljesítményt és erejét ünnepelték. Idén 19. alkalommal adta ki az Észak-Magyarország napilap top 100-as kiadványát, amelyen három kategóriában rangsorolták a cégeket, mégpedig a nettó árbevétel, a foglalkoztatottak száma és a hozzáadott érték szerint. Ez alkalommal 112 cég tartozik a megye gazdasági elitjébe. A rendezvényen részt vett Demeter Ervin kormány megbízott is, aki szólt arról, hogy a messze jövendővel összevetjük a jelent, az azt mutatja, hogy tudjuk, merre szeretnénk menni. Legyenek világos céljaink és terveink, amelyhez megvalósításnak is párosulnia kell. A top 100 minden tagjának alapfeltétele a bekerüléshez, hogy tudják azt, hova szeretnének eljutni. A szónok hozzátette, a megyében sok fejlesztés valósul meg, ezek közül kiemelkedő a tiszaújvárosi műgumigyár létrehozása, a japán Synthetic Rubber céggel, illetve a nem olyan rég aláírt és megkezdett nagy vegyipari beruházások, poliolt gyártóüzem. A gazdasági szereplők és segítők tevékenységének következtében Borsod-Doboj-Zemplén megye a 2017-es első félévi adatok alapján már nem az alsó, hanem már a középső harmadban szerepel. A magyar gazdaság tevékenysége egyre nagyobb mértékben résztvevője a megyei bruttó hazai termék előállításában, amely jelen pillanatban 4,2%, mindez 2015-ben és 2016-ban 4,7% volt, tehát növekedést mutat. A foglalkoztatottság, valamint a munkahelyek száma is jelentős növekedést mutat, hiszen 2017-ben 49 ezerrel többen dolgoztak, mint az évtized elején. A foglalkoztatási ráta a lakosság körében 55%-ra emelkedett, a munkanélküliség pedig 17%-ról 5,7%-ra csökkent, amelyben szerepel a közmunkaprogram is. A kormányhivatal tehát fontos feladatának tartja a fiatal szakmunkások megtartását és elhelyezését. Török Dezső, a Borsod-Doboj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke kifejtette azt, hogy ami jó a top 100 cégeinek, az a megye gazdaságára is kihatással van. A Borsod-Doboj-Zemplén megyei iparkamara, a Nemzeti Adó és Vámhivatal az Észak-Magyarország napilappal együtt idén is elkészítette a top 100 kiadványt, amely tükröt állít elé, megmutatja azt, hogy az előző évben hogyan teljesítettek megyénk cégei és mit értek el. Kik a legnagyobb árbevétellel rendelkezők és kik a legnagyobb foglalkoztatók, valamint kik produkálták a legnagyobb hozzáadott értéket. A Borsod-Doboj-Zemplén megyei önkormányzat legfőbb feladata a terület és település, valamint a vidékfejlesztés. A 2014-2020-as programozási időszakban mindössze 93 milliárd forint érték érkezett a megyébe. Ennek keretében igyekeznek szinkronba hozni a cégek munkaerő igényét a munkaerő kínálattal. Figler Péter, Miskolc alpolgármester elmondta azt, hogy az első háromnegyed éves GDP teljesítése 5% az elemzett adatok alapján. Ennek következtében majd 4,5 millió ember dolgozik hazánkban. A 15 és 64 évesek foglalkoztatási rátája 69,5%-kal emelkedett és növekszik. Hasznos, jó és teljesíthetőnek tűnik a megfogalmazott cél a teljes foglalkoztatás eléréséhez. Az év első 9 hónapjában az ipari értékesítés 2,5%-kal, míg az ipari termelés 3,1%-kal nőtt. A gazdasági növekedés Miskolcon, a megyében és a régióban is látható. Vejl Danics Miklós, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Borsod-Doboj-Zemplén megyei igazgatója nagy örömmel köszöntötte a régió gazdasági elitjét, aki alapvetően jó hírekről számolt be az adat és a vagyon gazdaságáról a megjelenteknek. Borsod-Doboj-Zemplén megye a 2017-es pénzügyi válság után töretlenül fejlődik, amelyet a hozam és eredményességi mutatók is alátámasztanak. A köszöntő után a szónok a megye gazdasági szereplőinek megoszlását tárta a résztvevők elé. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásáért felelős államtitkára örömét fejezte ki, hogy a megye 2017-ben az előző évhez képest gyorsabban fejlődött, mint az országos átlag. A minisztérium célja, hogy a társadalmi felzárkózás megvalósuljon a lemaradásban lévő régiókban. Az előadó grafikonokon mutatta be a piacgazdaság alakulását, valamint Magyarország versenyképességét a megjelenteknek. Bihal Tamás, a Borsod-Doboj-Zemplén megyei iparkamara elnöke hozzátette, az együttműködés jó mind megyei szinten, mind a magyar kereskedelmi és iparkamara szinterén. A megye tartósan és erőteljesen jelen van az ország gazdaságában. 112 gazdálkodó szervezet folyamatosan tagja 2015-től a top 100-nak, ez a megye gazdaságának stabilitását is jelenti, azonban 38 új cég is megjelent ebben a listában. A top 100 gazdasági teljesítménye az a megye gazdaságának a gerince. Mint a kimutatásokból látható volt, az exportban mondjuk majdnem 100%, de a nettó árbevételben, a hozzáadott értékben is 75-80% körül van, tehát egy meghatározó cégrendszerről beszélünk.
És ugye óriási kihívások vannak, nem csak a megye gazdasági jóléte okán, hanem hogy ez a jólét fönntartható, tartósan fönntartható legyen, hisz az ipar 4.0, digitalizáció, az oktatás, képzés, azok mind olyan kérdések, amelyek nélkül nem lesz versenyképes megyei gazdaság. Én úgy gondolom, hogy ez döntően a top 100 vállalatokon keresztül érhető el. A top 100 vállalatokhoz csatlakozhatnak a KKV-k beszállítóként, együttműködő partnerként, jó mintaként. Tehát én ezt egy nagyon nagy gazdasági rangnak, elismertségnek tekintem, hogy egy vállalat egy ilyen nagy megyében, mint a miénk, az top 100 tagja, hisz nem véletlen, hogy közel 3 milliárd forint kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön mondjuk a nettó árbevétel kategóriában a 100-ba, és 100 foglalkoztatott, ami hát azt hiszem, hogy egy óriási feladat minden vállalkozás számára, bár nem a számok bűveletében vagyunk, de úgy gondolom, hogy ezek azért egyenes összefüggések. A jövőben egész biztos keresni fogjuk azokat a cégeket is, azokat a startuppereket, akik az innovációval, kreativitással tudják ezt a piacot tovább lendíteni. Uri Marianna, az Észak-Magyarország megbízott főszerkesztője szólt arról, hogy a Top 100 zsűrije ebben az évben megújult. A szervezők közül, vagyis a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara, a Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei igazgatósága és a megyei napilap képviselője mellett mostantól a megyei kormány megbízott, a megyei közgyűlés elnöke, a Miskolci Egyetem kancellárja és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke dönt arról, ki kapja a nívós díjat. Nem csak a zsűri, de az elismerés is új köntöst kapott. A Hollóházi Porcelán Manufaktúra által készített kitüntetést idén Sándor Attila, a Miskolc Autó és Motors ügyvezető igazgatója és tulajdonosa érdemelte ki. Az elismerés után végül a Top 100 kiadvány személyesen adták át a zsűritagok minden vállalkozónak. A listán szereplő vállalkozók idén is példát mutattak, ugyanis az alapvető értékeket megőrizve folyamatosan képesek az új feltételrendszerekhez fejlődni és megújulni.